akkor a gázt azt megnéznénk, hogyha esetleg oda tudunk férni. A gázkazánt és az ahhoz tartozó kivezetést, majd a cserépkályha állapotát is megvizsgálta a szakember ebben a házban. Erre minden évben szükség van, amelyet a katasztrófa védelem magánszemélyeknél ingyenesen végez el. Fontos ugyanakkor, hogy ezt kérnie kell a tulajdonosnak. Ehhez a 1818-as telefonszámot kell hívni, majd a 9-es és az 1-es gombot kell megnyomni. Könnyen komoly baj keletkezhet, ha elmulasztjuk a kéményseprést a fűtési szezon előtt. Magyarországon minden hetedik lakástűz hátterében a kémények nem megfelelő állapota áll. Ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott folyamatosan korom és kátrány rakódik le a kémény belső falára. Éppen ezért ezt megfelelő időközönként le kell takarítani. Ezért mindenképpen gondoskodjunk időben a kémény ellenőrzésről. A hangsúly az nem a kémény ellenőrzés időpontján van, hogyha a meglévő kéményünknek az ellenőrzését és tisztítását szeretnénk elérni. Tehát nem az ellenőrzés időpontja a fontos, hanem annak a rendszeressége. A lényeg, hogyha gázzal fűtünk, akkor 2 évente lássa kéményseprő a kéményünket. Ha fával, szénnel, bármilyen egyéb szilárd anyaggal fűtünk, akkor évente egyszer lássa kéményseprő a kéményünket. Nagy a roham mostanában a kandallókért, a falba építhető fűtőrendszereket az elmúlt hetekben sokan vásárolják. Miután a gázára nemrég emelkedett, sokan döntenek úgy, hogy inkább fával fűtik majd lakásukat. Ebben az üzletben is azt mondták, hogy egy új rendszer beszerelése előtt fel kell mérnie a körülményeket egy szakembernek. Elsősorban a kéményt meg kell vizsgálni, főleg ha hosszú évek óta nem volt használva az a kémény, akár madár beleesett, vagy valami koszolódás van, vagy beesett a tégla, és akkor már ugye nem fog tudni megfelelően működni a készülék. És hát ugye mindenképpen a kályhamér, a kémény méret nagyon fontos, mert a kis kéményben nem lehet nagy üveges készüléket bekötni, mert akkor vissza fog füstölni, tehát nem fog tudni megfelelően működni az a készülék. Minden esetben szakember segítségét kérném. A vizsgálat pedig nem csak javasolt, hanem kötelező. Egy új kémény beüzemelése vagy régebbi kémény újra beüzemelése ugyanis szigorú szabályokhoz kötött. Fontos tudni, hogy csak olyan kéményt lehet Magyarországon használni, amelyet kéményseprő egy helyszíni műszaki vizsgálaton megnézett, és erről egy nyilatkozatot állított ki, hogy az a kémény megfelelő. Akár új kéményt létesítenek valahol, akár a régi kéményt átalakítják, új fűtőeszközt csatlakoztatnak rá. Tehát, hogyha a régi gázkazán helyett én most szeretnék egy kandallót, cserépkályhát rácsatlakoztatni a kéményre, akkor is kötelező megrendelni a kéményseprőktől ezt a helyszíni műszaki vizsgálatot. Ezért fizetni kell ezért a szolgáltatásért. Ennek a díja 11-2000 forint körül mozog, nyilván attól függ, hogy pontosan az adott ingatlanban milyen körülmények, milyen fűtőeszköz van. A katasztrófa védelem szóvivője hozzátette, a fával vagy egyéb szilárd tüzelővel fűtött lakásoknál erősen javasolt a szénmonoxid érzékelő használata is. Évente csaknem 1000 esetben riasztják a tűzoltókat mérgezés miatt, és átlagosan 10-15 ember halálát okozza a gáz felszabadulása.